Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden székesfehérvári nevében Stámbusz Ferencet. Boldog születésnapot kívánok! Köszönöm szépen! Néhány napja ért véget a Tour de Hongrie, visszatért Székesfehérvárra, és azt hiszem, amikor az 1964-es győztessel beszélünk, akkor jó megismerkedni azzal az életúttal, ami elvitte addig, az, ami aztán elvitte Rómába és Tokióba az olimpiára. De ahhoz, hogy ezt mi megértsük, ahhoz tudnunk kell, hogy milyen volt egy kisfiú élete, aki sportágat választott magának. Hát tulajdonképpen én abban az időben kerékpár versenyezni egy eléggé, hogy mondjam, vicces módon kezdtem el. Elmentem ipari tanulónak a Magyar Filics Művekhez, amikor az nem általános elemi iskolát befejeztem 1948-ba. Ez ott a Szekszárdi utca melletti kis utcában volt a Philips rádiógyár. Egy holland igazgatója volt, aki tartott a gyárnak egy kerékpár csapatot. Abba a gyárba kerültem én ipari tanulónak. Leszerződtem, és egyszer mentem a gyárudvaron keresztül, olyan délelőtt 10 óra lehetett, amikor láttam három gyönyörű szép versenykerékpáron három ilyen kék-sárga trikós fiút napbarnított bőrrel kibiciklizni a gyárkapun. Oda mentem a portásbácsihoz, megkérdeztem, hogy mondja már meg, hogy hova mennek ezek a fiúk? Hát edzésre. Hogy? Hát ők a gyárnak a kerékpárversenyzői, és akkor ilyenkor már edzésre mennek. Ez volt többek között a Kisdala, a Dózsás Sipos Lajos és a Krenyóci nevezetű fiúk, akik abban az időben, mint válogatottak is, nagy versenyzők voltak országos szinten, de ebbe a picike kis gyári klubba, a Philips gyári klubot ők alakították. Na aztán 48-ban, amikor az államosítás megtörtént, akkor a holland igazgatót elküldték haza, államosították a gyárat, ott maradt a gyár egy asztalos műhely mellett egy kis raktárba egy pár vacak kis bicikli mezzel, cipővel, gumival, alkatrésszel, mert átmentek a, azt hiszem, hogy először is a Csepelbe mentek át ezek a nagyobb menők, aztán később, amikor megalakult a Dózsának, az Újpestnek a Dózsa nevezetű sportklubja, akkor átmentek az újpesti Dózsába, és mi ott maradtunk egy páran ilyen tanuló gyerekek, meg a környékbe, a gyár mellett lakó barátaim, puskás testvérek, akikkel aztán megalakult újból, illetve fönnmaradt ez a szakosztály, de ez a szakosztály nagyon szegényesen működött, mert hivatal viselője, se edzője, se intézője, egy intéző bácsi volt, a Soltész bácsi, aki az asztalos műhelyben dolgozott. Mi jártunk be a millenárisra nevezési listát kitölteni a vasárnapi versenyekre, vaskerekes ifjúsági versenyzőként. Neveztük be saját magunkat, pótoltuk az elkopott mezzeket, és hát anyagilag a kerékpár, mint szakosztály tulajdont, azt nem tudtuk fenntartani. A szüleink, amit össze tudtak szedni, apám is a Teleki téren
összevásárolt egy olyan versenybiciklinek kinéző biciklit, amivel biciklizgettünk. Persze az akkori rövid kis távokon a versenyrendszernek megfelelően itt Budapest környékén, hát nem volt se kísérőjármű, semmi. Megjelentünk a versenyen, a rajtnál, az árokparton, kis táskánkba levettük a felső inget, nadrágot, alatta volt a versenynadrág, a versenytrikó, és ott hagytuk az árokparton, elmentünk azt a pár kilométert, leversenyeztünk. Arra kellett nagyon vigyázni, hogy eredmény szempontjából abban az időben mondjuk kötelező volt, hogy pontozásokat adtak azért, hogy valaki mondjuk nyert egy versenyt, azért kapott egy valamennyi pontot. És amikor összegyűlt egy jó pár pont, egy annak megfelelő, akkor át kellett menni egy magasabb osztályra. Na most nekünk ott angyalföldi tripolizi gyerekekként arra nagyon kellett vigyázni, hogy ne legyünk nyertesek, hogy tudjunk továbbra is abban a szakosztálynak abban a részében működni, amire megvolt az anyagi lehetőség. Peri bácsi, mikor fedezték fel? Mikor dőlt el, hogy többre hivatott? Na most én akkor abban az időben sportszervezetből, hát a kerékpár mellett a családom, apám az a jutagyárba, a Váci úton lévő Kender jutagyárba volt labdarúgó, ott dolgozott, és volt a jutának az edzője, őnála voltak mikor ifjú titánként a Göröcs Jancsi, akkor a Susza Feri, és ezek a labdarúgók a családban is. Mindenki azt várta tőlem, hogy amikor majd korosodok, akkor én is apám nyomdokaiba lépek, de gyakorlatilag maradtam a kerékpárversenyzésnél, mert akkor abban az időben itt a városban, fővárosban főleg közlekedési eszköz is volt a kerékpár. És hát én mielőtt a tanuló inas éveimet, ahogy töltöttem, jó reggel korán kelve, a budai hegyekbe elkezdtem kerékpározni. Az évek múltával egyre jobban sikerült, főleg a képességeim folytán, majdnem mindig egyedül menve edzésre, kiderült, hogy jobban bírok hegyre menni, mint mezőnybe hajrázni, és a katonaságig közben jött egy ilyen váltás, hogy már megszűnt ez a Philips szakosztály, és akkor alakult meg az újpesti Dózsa kerékpár szakosztálya, ahol mint ifjú, tehát nem csak főversenyzőket vett magához a Dózsa, ami főleg a tűzoltóságnak volt, a fő tűzoltók voltak a patronusai, oda vették, mint ifjúsági versenyzők. Hát egészen a másodosztályos koromig még be nem vonultam katonának. Az egy érdekes időszak volt, hiszen Pesten ott volt a BVSC, a Cseppel, a Tipográfia, egy csomó rendkívül jó klub, illetve is ott volt az újpesti Dózsa is. Rang volt a Dózsában kerékpározni akkor? Nagyon nagy rang. Hát először is pici gyerekkoromban is kötődtem Újpesthez, hiszen ez a Szekszárdi utca, a Jutaház,
ez Angyalföldnek az utolsó utcája, mert a következő utca már Újpest volt. Tehát a családom, a rokonságom nagyrészt mind újpesti volt. Én is, mint újpesti, hogy mondjam, drukker, illetve hát a népszerű sportolók, akkor nekem, kivel egy házba is laktam, a Juta házba lakott a Susza Feri is, aki egy pár évvel idősebb, mint én. A Jutaház sarkával ellentétes sarokba, a Szabóházba, ott lakik a most nemrég elhunyt, ott lakott a most nemrég elhunyt Szepesi Gyuri, aki úgy szintén a családunk egyik barátja volt. Gyakorlatilag, tehát ezek a labdarúgási részen kötődtem én jobban Újpesthez, és a szimpátiám. Tehát, mint ismeretség, a városnál ennél beljebb volt, de azt hiszem, hogy az nem népszerűsítette a kezdő versenyzőknek a toborzását, a Vasas. Tehát a BVSC az a lakhatóság szempontjából is egészen más alapokon volt. Akkor vidéken voltak ezek a vasutas klubok. Budapest az egy egyszerű, talán egy vagy két versenyzőből állt. A Postás volt abban az időben, itt Budapesten még egy népszerű, szimpatikus klub, meg az Előre, az él Előre, az a, ha jól emlékszem, akkor az ilyen Beszkárt, ilyen szállítási cégnek volt a klubja. Ott szakítottam félbe, hogy bevonult katonának. Ugye akkor három esztendő volt a katonaság, és ez nyilvánvaló, hogy egy fiatal tehetség sportágbeli fejlődését az önnél is megakasztotta, vagy tudta folytatni? Hát akkor végeredményben konkrétan röviden megakasztott. Akkor kezdett volna kibontakozni az én tehetségem. Gyakorlatilag mielőtt bevonultam, már akkor dózsásként vonultam be katonának. A Honvéd akkor szedte össze a szakosztályát, akkor erősödött meg, és akkor lett volna az, hogy engem elvisznek a Honvédhoz, de bejelentettem a dózsába, hogy akkor átigazolnák a Honvédhoz, és mondták, hogy ne menjek át, mert fölhoznak, mint katonát, ilyen BM alakulathoz Pestre. Tudnék, a bevonulásom az Kalocsára, a lövészekhez került abban az időben ez a kalocsai honvédség, ez állt híradás és lövész, úgy hívták akkor, hogy bokorugró katonákból, bár ott Kalocsán volt repülős laktanya is, volt páncélos laktanya is, de én itt a budapesti, mikor bevonultam a katonaládámmal, katonának, úgynevezett Rákosi Mátyás kultúrházba, ami Angyalföldön van, oda kellett bevonulni, és onnan vittek aztán bennünket egy éjszaka folyamán le Kalocsára, nyírtak le kopaszra, dupla nullás kopaszra, abban az időben az egy megszégyenítés volt, az ember elveszítette a önbizalmát is, olyan, hogy mondjam,
kitaszítottnak érezte magát olyan emberek között, akiknek haj volt a fején. Megalázó volt. Na, a sportolásomban, miután lehetőségem nem volt, maximum az, hogy azt el tudta intézni a Dózsa, hogy egy ilyen úgynevezett a honvédségi idő alatt nálam volt egy favorit, egy diamant, akkor az NDK-s német kerékpárgyártó cég gyártmánya volt, diamant kerékpár, és arra volt engedély, hogy a szolgálati, a kiképzési idő utáni időszakban elhagyhattam a laktanyát, és a laktanya körüli kis falvakba, Kalocsa környékén edzésre mehettem. Megadták a lehetőséget, és közben hitegettek azzal, hogy előbb-utóbb fölkerülök Pestre. Itt Pesten zajlott az élet, jöttek egymás után ezek a kicsit javuló helyzetbe a bécs-budapesti versenyek, ahol talán nem árulok el titkot, azt mindenkinek megérte részt venni egy bécs-budapesti, egy budapest-bécsi versenyen, hiszen ha többet nem abban az időben volt az itt a hiánygazdaságban, hogy se nejlon harisnya, se doksa óra, itt Magyarországon nem volt kapható, csak úgynevezett Bécsen a Mária Hilfestrasszén, a Schwarzéknál. Igaz, hogy pénz arra nem volt, a forint vállalva a forint kiajánlást kikocogott az ember a versenyen odafelé, akkor a befutónál végző már a akkori üzletkötői ezeknek a nagy üzleteseknek, a Schwarz, Virág és ilyen ezek társai várták, mert a pénzbeváltásnál is óriási nagy lehetőség volt arra, ugye, hogy egészen leértékelve a forintot, alacsony módon vették meg a forintot, váltották át shillingre, majd az árut shillingen fölértékelték a lehető legdrágábbra, aztán igaz, hogy még akkor is megérte a úgynevezett becsempészését, hiszen abban az időben majdnem minden sportolót azt tett híressé és népszerűvé, nagyjá, aki abban az időben a szöges drótot, a határt el tudta adni valamilyen. Igen, ezt tudjuk a futballistáktól, a vízilabdások mindannyian voltak éppen, akik az élvonalba tartoztak. No, viszont az 1956-os forradalomról csak azért akarok beszélni, mert ugye az utolsó Tour de Hongrie-t 56-ban rendezték, és akkor ő már ugye 22 esztendősként túl a katonaság környékén, viszont el kellett kezdenie nyilván komolyabban edzenie, hiszen közelgett a 60-as római olimpia. Tehát a tehetség utat tört magának, viszont azt tudjuk, hogy a kerékpársport is olyan, hogy a tehetség önmagában mit sem ér edzés nélkül, nagyon sok edzés és szorgalom nélkül. Hogy sikerült eljutnia arra a szintre, hogy olimpiai résztvevő lehessen? Hát ha én most ezt így elmondom, ma már, mint sportoló, és az elmúlt időszak és sportolói pályafutásom során úgy sikerült nekem olyan szintre fölkerülni, illetve a hírességemet, képességeimet bemutatni, hogy én dolgoztam ebbe az üzembe, ami a Philips
nevét, ez a kezdő neve volt, amikor ismerkedtem a szakmával. Gyakorlatilag aztán ez az üzem, ez később magyar adógyár lett, magyar adócsőgyár. Én továbbra is ott dolgoztam 56-ig normában, tehát minden egyes munkadarabnak volt valami ára, valami értéke, amit a normába megértékelve megkereste az ember a havi fizetését. Tehát nem jó pofára, vagy pofára adtak fizetést, hanem az elvégzett munka után. És én úgy tudtam emellett még kerékpározni, hogy egy héten egyszer szerdai napra kivettem mindig egy nap szabadságot, és akkor elmentem edzeni a már akkor másod, illetve harmadosztályos kerékpáros beosztásommal. Eléggé nehezen tudtam bekerülni a válogatott keretbe, mert a keretbe kerülésem az tulajdonképpen a nálam öregebb, akkor nagyon jó lehetőségekkel rendelkező versenyzőkkel szembe történt. Tehát a korosztály, a Kisdala, Sere, a Csepelből a Bartosek, mondhatnám az Aranyi, a Kaiser, akkor a Honvédnál lévő versenyzők, azok mind magasan az öreg Vida, aki aztán a tipográfiának is lett a edzője, a Vida TV. Ezekkel szembe kellett nekem bizonyítani, hogy válogatott tudok lenni, és akkor mindig volt egy ilyen úgynevezett fiatalítási folyamat a szövetségnél, ahol némi segítséget adva a koromnál, de azért egyre inkább én is kerültem az úgynevezett idősebb korosztályú versenyzők közé, mert utánunk aztán jöttek ilyen feltörekvő fiatalok, mint a pécsieknél a dévai gyerekek, akkor a tipográfiában a Megyerdi, a Csepelbe a Mahó, a szegedieknél a Juszkó Jani, aztán még egy pár, talán hát nem lehet visszaemlékezni, mert végeredményben lehetőség szempontjából, anyagi lehetőség szempontjából sokkal kisebb lehetőségeink voltak, de létszámban egészen nagy országos hálózat volt. Például volt Moson-Magyaróváron a kerékpár szakosztály, a Holényi, akkor volt abban az időben Szombathely, az nagyon patronálta a kerékpárversenyzést, meg Miskolc. Onnan jöttek a Miskolcról a Török Győző, aztán a szegedieknél nem nagyon jut eszembe a neve, hogy kik. Végeredményben ezek közé. Én nekem, mint 34-ben születettnek, a legnagyobb ellenfeleim a nálam 2 évvel idősebb versenyzők voltak, ami így a kerékpárversenyzésnél már a múlttal, az már egy nagyon komoly előnyt jelent, azokkal kellett mindig. Hát ellestem, az időben lehetett kapni, terjesztették a Miroir Sprint
nevezetű újságot, aminek minden hónapban, ami megjelent, vevője voltam, néztem az akkori profik, ahogy ültek a gépen, azt a tartást próbáltam én is utánozni lehetőség szerint, és amiket a munkahelyemen volt egy bácsi, aki nagyon jól tudott franciául, gyakorlatilag mindig felolvasta nekem a benne lévő cikkeket, elmesélte. Tehát ilyen úgynevezett ilyen levelező módon a sporták szeretete szempontjából maradtam én kerékpárversenyző. Olimpiai résztvevőként megkapta azt a megbecsülést, ami akkor kijárt az olimpikonoknak? Hát abban az időben az olimpia egy egészen más idő volt, másképpen reagáltunk mi is versenyzők az olimpiához. A kerékpárosok között egyáltalán, hogy olimpia, az semmit rangba nem emelt a kerékpározáson. De ez egy magyarországi többnapos versenyt mindenki nagyobbra becsült, mint egy olimpiai valamit, aminek sem anyagi juttatása nem volt, ugye aztán nem is volt mit juttatni, miért, mert eredmény se volt. Tehát a két dolog egymásra hatásánál fogva. Nem volt semmi dicsősége az olimpiának, és nem is volt semmi olyan, nem is volt senki olyan versenyző, aki olimpián mondjuk eredményt ért volna el, és dicsőséget szerzett volna. Nagyobb csindadatája volt mindig a világbajnokságnak, ami közelebb állt, hiszen minden évben rendezték, az közelebb állt a lehetőség, hogy egy világbajnokságon az amatőr versenyzők részt vegyenek, mint ahogy mondjuk az olimpia, hiszen abban az időben nekünk, ha kitettük a lábunkat az országból, akkor legmesszebbre az NDK-ba, Német Demokratikus Köztársaság, akkor Csehszlovákiába, Jugoszláviába és Romániába tudtunk menni, összemérni tudásainkat más ország versenyzőivel. Aztán lett Tour de Hongrie, megérkeztünk 64-ben, amit ön nyert. Ez egy 1117 kilométeres csodálatos verseny volt, ma már el se tudjuk képzelni, hogy bejárták az egész országot, Miskolctól, Nagykanizsán át, Szombathelyen át, Székesfehérvárig. Számunkra ez a fontos, hiszen most visszatért Székesfehérvárra egy szakaszra. Ez egy nagyon érdekes verseny volt, hiszen itt már azért a lengyel, kelet-német, osztrák versenyzők is elindultak. Mennyire volt presztízse a Tour de Hongrie-nak? Ez egy a 64-es magyar körversenyt véve, ez egy nagyon érdekesen alakuló dolog volt. Már a 63-as is olyan magyar körverseny volt, ami egy körverseny győztes, és a körversenyen győztes csapat eredményét vették. Valahogy a 64-re az újpesti Dózsa soha nem volt szimpatikus a kerékpár szakosztálya, szimpatikus a kerékpáros szövetségnek. Az akkori ottani vezetők kitalálták, hogy elég volt a Dózsa csapat uralmának a versenyeknél. A 64-es körversenyt az csak egyéni győztesként fogják megrendezni. És előtte, azt hiszem egy pár hónappal, vagy egy hónappal előtte pont egy ilyen horvát országi körversenyen
voltam egy válogatottal, kína magyar válogatottal, azt hiszem a B, mert az A válogatott az éppen Mexikóban volt kint, ott a véletlen úgy hozta, hogy a befutónál kicsit elbambultam, és jobban helyezkedtem, és megnyertem mindjárt a befutónál az első napot. Második nap úgy jártam rajtos, hogy rajtam volt a jugoszláv körverseny sárga tikója, és az valahogy egy olyan, hogy mondjam, olyan önbizalmat, olyan felelősséget adott az időszakba, hogy nekem ezt a sárga trikót, hiszen mindenki le akarja rólam venni másnapra, főleg azért, mert ugye egy maroknyi kis magyar csapat az egyik versenyzője, ráadásul a jugoszlávok akkor egy kicsit úgy ketté húztak, a horvátok meg a szlovének nem teljesen szimpatizáltak egymással. Na, aztán a második naptól kezdve összefogott ellenem mindenki. Igyekeztem eleget tenni, hiszen akkor kerültem szembe lehetőség abba, hogy nem egy 3 forint 60 filléres kis plecsni volt a díj, amit az ember egy befutóval megnyert, hanem jelentősebb valuta pénzdíjazás volt. És végig küszködtem ott azt a pár napot, olyan az erőmen felül olyan edzésnek, a versenyen szerzett edzés lehetőség, olyan erőre tettem szert, hogy amikor elindult a 64-es körverseny, tehát csak azt tudom mondani, hogy hiszen nem volt csapatverseny, elindultunk, akkor az első nap az Budapest-Miskolc idő volt, hiszen nekem miután a munkahelyemen a lehetőség az volt, ugye, hogy általában a munkaidő után itt a budai hegyekben tudtam nagyon sokat egyedül edzeni, hiszen hosszabb távot azt mondtam, hogy a szerdai napszabadságom terhére hajtottam le mindig egy héten egyszer szerdán ilyen hosszabb távokat. Akkor ez a Budapest-Miskolci versenynél elindultunk, és valahol, ahogy mentünk föl a bükkbe, egy énre állva, egy erősebb iramot diktálva elmentem a mezőnek. És Bükkszent Péttament talán keresztnek nevezik azt a helyet, ahol volt egy hegyi befutó, ahol a befutónak az időjóváírás volt a díj mellett gyakorlatilag a lehetőség, tehát hogy is mondják ezt, hogy időjóváírással csökkent az ember azt a hegyi hajrát nyerve. Utána jött így ezen a hegyen egy Juhász Béla nevű építők versenyzője, meg a Poleretki Dezsőnek hívják azt a fiút, aki úgy szintén dózsás volt. Na, mi ők ebbe a versenybe, a Juhász Béla volt a befutón, a hegyi befutón a második, ő kapott fél perc hozzáírást. Én nyertem a hegyi befutót 1 percre, és haladtunk lefelé Lilafüred Miskolc felé, amikor odajött mellém a Polanecki Dezső, aki a Újpesti Dózsa versenyzője volt, de Miskolcról jött föl Pestre, és klubtársam volt,
mondta ott nekem mellettem, hogy Feri, nagyon jó lenne, ha én nyerhetném a befutót, mert itt vár a családom, és nagyon büszke lennél rám az egész család, hogy én, mint volt miskolci versenyző, nyertem a körverseny első napját. Mondtam, hogy jó, minden további nélkül. De azt mondja, igen, ám csak az a baj, hogy a Juhász Bélával is beszéltem, de ő csak akkor egyezik bele, hogy én nyerjem, hogyha ő lesz a második. Hát mondom, tudod, Dezső, rendben van, akkor legyen a Béla, akkor ezek szerint én leszek a harmadik, igen. Na most miután befutottunk Miskolcra, mind a hármunknak volt egy perc jóváírása, tehát nulla idővel került, aztán a kezdődött a második nap, a Polanecki Dezső volt a sárga tikos, de ezen az első napon szinte minden dózsás sportás szakosztály versenyző föladta. Tehát nem maradtunk a dózsából, csak ketten, a Polanecki Dezső meg én, és versenyeztük végig a körversenyt, anélkül, hogy bárki más segítő, úgynevezett a mai kifejezéseknél lévő csapat, vízhordó valaki lett volna, de a Polanecki Dezső az dicséretére legyen mondva, nagyon besegített nekem abba, hogy később a második naptól kezdve aztán hajthattam a győzelem felé. Megőrizte az előnyét. Akkor, hát egy valamennyi perc előnyünk is lett a mezőnnyel szemben az elmenésből, tehát végeredményben, mert ott volt még abban az elmenésben, csak a jóváírásnál az idő az nem kompenzálódott úgy, hogy ott volt még a tipográfiából a Balaskó Gyuri, és a pécsiektől a Déhai János volt ott. Abban az időben én már, hogy mondjam, inkább a csapatversenynek a képességeit tudtam érvényesíteni, tehát jobban tudtam menni tempót és vezetni, mint lébuskázni a mezőnybe és hajrára nyerni versenyt. Juszko, Stámusz, Mészáros, Mahó, Tókióra. Ez volt a legjobb csapat? Érdekes módon úgy alakult. Tehát az, hogy abban az időben ezt a 100 kilométeres csapatot, ezt kevés ember tudta itt menni az országba, ugyanúgy, mint a pályánál, hogy ugye nyerni azzal lehetett, hogy minél gyorsabban és minél szebben egyenesen biciklizve, nem kacskaringozva, ide-oda-moda rángatva a kormányt, bólogatva a fejet, és tisztességesen lehajtani a tábot. A Dózsa csapatnak, annak mikor behozták ezt a Contra la Monte 100 kilométeres csapatverseny versenyzési módot, előtte ilyenek nem voltak, hogy négy embernek kellett 100 kilométert teljesíteni, az szinte a római olimpiára találták ki, mint verseny ágat a kerékpárosok, hanem előtte a mezőnyverseny az együtt rajtoló verseny volt. Ebben nagyon jó együtt születtünk egy páran, abban az időben a Dózsából a Szabó Lajos, a Török Győző, a Mészáros Bandi, meg én. Aztán más kluboknál egy-egy versenyző volt az, akinek ilyen képessége
volt még erre, hogy ebbe a versenyákba versenyezzen. Csak nem tudott mindenki úgy menni, meg talán szívese volt. A Megyedi például az egy olyan típusú versenyző volt, aki előtt, ha gurult egy kerék, akkor csodákra volt képes, de abban a pillanatban, amikor az a kerék eltűnt előtte, és megcsapta őt a szél, abban a pillanatban ő már nem volt hajlandó egy kannára se többet belenyomni a hajtókarba, tehát vezetni, mint olyan. Lógni tudott, szokták mondani kerékpáros nyelven, de vezetni nem. Na, akkor 63-ban végeredményben már összeállt ez a pár ember, akkor megbékélt a szövetség. Szövetségnél, mint ahogy már egyszer említettem az előbb, nem volt a Dózsának az egységgel, csapatszemléleti egységgel megfelelő szimpátiája, mert a többi klubokból lévő versenyzők valahogy jobban egoisták voltak, mint csapatszelleműek. És volt egy nagyon érdekes dolog, ami utolsó pillanatban, tehát a szintidőknek a lehajtása, az a kluboknak a heti versenyzése szempontjából volt lehetőség arra, hogy bekerüljön az ember az utazó csapatba, és a római olimpiára való kiutazásnál igazából megint csak előre jött az, hogy a Dózsa lenne, a dózsás versenyzők lennének alkalmasak arra, hogy mint válogatott csapat utazzon a római olimpiára, de az időben a pécsiek a Meccsek Kupa rendezésével nyertek szimpátiát a szövetségnél, és hát a BVSC akkor már versenyzett a BVSC-be, a Juszkó, a horvát, a tipográfiába, a Megyerdi, Balaskó, Olá és társai a négy embert nem tudták kiadni, és abban meg nem egyezett bele a szövetség, hogy egységes dózsa csapat legyen, mint válogatott az olimpiára. Erőltették a pécsi Dévai Jánosnak a válogatottba kerülését, és hát az életnek egy nagyon tragikus mozzanata volt az, hogy mindenkit érhet ilyen, hogy egyszer csak a válogatotti edzőtáborba már össze volt vonva a csapat, a Dévai egy vakbélgyulladást kapott, egy gennyes vakbélgyulladást. A vakbélgyulladást már annyira előtérben volt a kiutazás az olimpiára, a római olimpiára való kiutazás, hogy semmiképpen nem akarta betegséggel elszalasztani. Tartalékember szinte nem is volt kijelölve, vagy nem volt szándékukban, mert az is dózsás lett volna. A Dévai meg nem a kerékpáros keretnek az orvosához ment el panaszkodni, hogy neki fájdalmai vannak, hanem a valamelyik ilyen STK orvoshoz, akinek úgy szintén nagyon unszimpátiája keletkezett a Dózsával kapcsolatban, hogy a szövetségnél elmosszerolta, elmondta az igazságot,
hogy ki akarnak utazni a kerékpárversenyzők a római olimpiára, úgyhogy az egyik tagjuk gennyes rongbélgyulladása van. Hát aztán ez kitudódott, hogy ez valós, és akkor az egész csapatot ilyen büntető gondolat alá fogták, hogy gyakorlatilag akkor mi mindnyájan ludasak vagyunk a dévainak a betegségébe, törölték a mi részvételünket, és visszavonták az egyenruhákat is, és abban az időben volt a négy atléta lány, futottak országos csúcsot 400-as váltón a válogatott atléta lányok, azokat vitték aztán ki. Mi dózsások, akik voltunk abban az időben, a török, a Szabó, a Stámus, gyakorlatilag nem. Tokió volt a kárpótlás? Tokióban már olyan szempontból, amikor így összeállt a válogatott keret, már előtte a világbajnokságon is kialakult ez, közé a négy ember közé. Ott a Mészáros volt még az, aki beérett a tokiói csapatba, a Juszkó, a Mahó, tehát a többi klubból mások nem tudtak már bekerülni, hanem mi már az összes, hogy mondjam, ezeket a szintidőket, amiket kellett, ezzel a négy emberrel futottuk le, hogy Mahó, Juszkó, Mészáros, Stámus. Milyen volt a tokiói pálya? Az a 109 kilométer. Tokiói pálya az egy enyhe emelkedőkkel. Szerintem gyakorlatilag hegynek nem is mondható. Egy ilyen városi körpálya volt. Sikernek minősül az a 12. hely? Én azt gondolom, hogy igen, az idő is jó. Ha most belenézünk, az a 2 óra körüli idő, az egy remek teljesítmény. Hát gyakorlatilag megmondom őszintén, hogy nem tudtunk azért a valóságnak megfelelően egységesek lenni, már csak azért sem, mert én magam sem vagyok megelégedve az akkori formámmal. Tehát a tokiai formám az valahogy úgy nézett ki, hogy az már abban az időben, a kiutazási időben, hiszen a akkori pálya az a Tokió külvárosába, Hachioji-ba volt, arra a Fujiyama felé lévő részen. Tehát el voltunk szeparálva, hiszen ott volt megépítve egy fapálya a pályaversenyzőknek, és aköré centralizálták az országutat is. Úgyhogy lehetőleg a csapatversenynek, meg az egyéninek is feleljen meg a körpálya, ott legyen a verseny. Valahogy már nekem is inkább abban az időpontban, így összfelé, már hanyatlott a formám. Tarabcsák Miklós azt mondta a Pajti Bár, és azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerés nem kell, hogy számára az egész pályafutása alatt az a legfontosabb pillanat volt, hogy két legendának, Megyerli Antalnak és Stámus Ferencnek versenygépet készíthetett. Ha így összegezzük, és ezen túl, erre hogyan összegezni a pályafutását? Ki jött az, amit a rengeteg munka és a tehetség ugye együttesen adott? Hát... Nem. Az, abban biztos vagyok, egy utólag visszagondolva, hogy rengeteg
olyan dolog, a formaidőzítéstől kezdve az étkezésen keresztül rengeteg olyan dolog volt, amit konkrétan rosszul csináltunk, és hogyha ezt megfelelő a mai tudomány színvonalán tudtuk volna akkor abban az időben végrehajtani, magasabb eredményeket érhettünk volna el.